Sziasztok! Mint tudjátok, én régen nagyon állatul néztem ki. Hát nem is olyan régen, egy olyan 1-2 éve nagyjából. És hallom, hogy ti is szeretnétek edzeni. Sok így úgymond a kezdőedző. És arra gondoltam, hogy csinálok egy videót. És pont azért, mert nagyon sokan kérdeztétek, hogy én hogy edzettem ki magam, mit edzettem, mit csináltam, mit nem. Tehát igen, elég sok kérdést kaptam. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy most csináltam egy ilyen kis videót, amiben mindent elmondok. Honnan kezdtem, miért kezdtem el, stb. Stb. Mi volt a célom. Na de, még mielőtt belekezdenénk. Én mielőtt elkezdtem edzeni, hát, hogy mondjam, nem volt túl jó úgymond életem, meg teljesen más ember voltam, sokkal rosszabb. Ezt értsétek úgy, hogy én voltam a dagadt fiú az iskolából, akit sokszor cikiztek, vagy épp betaláltak, meg hasonlók. Szóval értitek, nem nagyon kedveltek, és emiatt nem is nagyon beszélgettem emberekkel. Konkrétan antiszoc voltam. Amikor elkezdtem edzeni, úgy nagyjából 110 kiló voltam. Elég sok problémám volt. Köztük magas vérnyomás, ugyebár a túlsúlyt nem kell említenem, elég sok az a 110 kiló ilyen 19-18 évesen. És még ehhez hozzáadva egy olyan dolgot, hogy az orvos azt mondta, hogy egy 5 év és agyvérzésem lesz a magas vérnyomásom miatt, mert konkrétan mindig ilyen 170 meg 160-as vérnyomásom volt. Nekem van egy nagyon jó gyerekkori barátom, őt akkor ismertem meg, mikor iskolát váltottam. Én abba az iskolába mentem át, amiből ő jött el, és ő abba az iskolába jött, amiben én voltam. Na most, ugye egy kis időt együtt voltunk osztálytársak, de ugye átment. Lényeg a lényeg. Ő elhatározta egyik nap, annó, hogy ő a tévében fog szerepelni, és személyjegyző lesz. Természetesen nagyon sokat is küzdött, és meglett az eredménye. Jelenleg személyjegyző, és a tévében is volt nem egyszer. És szerintem még lesz is. Jelenleg versenyeket nyer meg street workoutban, és tényleg ilyen első, második, hát most legutoljára harmadik helyezett volt. Na de mindegy. Ugyebár ő elkezdte ezt az egészet, és valahogy látta bennem, hogy nekem kell a segítség, és addig basztatott, de tényleg addig basztatott, ameddig el nem kezdtem edzeni. Mindig jött, nyaggatott, hogyha nem úgy volt, akkor elkezdte dagadt, geci vagy, úgyse akarsz edzeni, meg direkt nem edzel, meg mit tudom én, ezt akarod, így akarod leélni az életet, szóval értitek. És akkor, hát hogyha ő nem rugdos rá el az útra, szerintem ugyanolyan lennék, sőt, tuti. Na mindegy, az a lényeg, hogy ő rugdosott bele az edzés világába. Kezdjük a képekkel. Ugyebár én 2014 májusában kezdtem el edzeni. Akkor volt úgymond az első edzés, hogy komolyabban elmentünk. Elég jól haladtam. Azt hiszem olyan, nem is tudom, 3 vagy 4 hónap alatt le is ment az első 10 kiló. Diéta nélkül. És ugyebár 2014 októberében már tényleg jobban néztem ki. Lement ez a 14 kiló, és úgy, ahogy kicsit már úgymond látszódott az alkatom. De csak annyira ugye, hogy pár hónapja edzettem. Nem valami hatalmas változás, de annyi látszott, hogy elkezdtem mozogni. A dagadt fiú elkezdett mozogni, akkor úgy mondom. És ugyebár 2015 februárjában már megvolt az izomzatom. Hát ott már látszódott, hogy hoppá, ennek a srácnak van karja. De még mindig dagadt. Szóval még mindig dagadt voltam, de ugye mivel fegyenc edzettem, ezért ez a nagy súly, mármint ez a túlsúly, ez jól jött. Ezt értsd úgy, hogy nagy súly, egyenlő, nagy izom. Ez megvolt. Ugye február volt, diéta, az nuku, nem gondoltam rá. És akkor ugye eljött 2015 április. Na most ugye bár áprilisban elkezdtem kicsit úgymond figyelni a kajára, a testem éreztette, hogy mit szabad enni, mit nem. És ugyebár meg is látszódott, itt már úgymond elkezdtem lefele menni kilóban. Már konkrétan már csak a zsír maradt fent meg a háj, és látszódott az alakomon. 2015 júniusára
egy jó kis motorozgatással, egy olyan úgymond éheztetős életmóddal, már mint tök keveset ettem, meg hogyha ettem is, akkor tényleg csak salátát, vagy valami egészségeset, csirkét, ledobtam azt a úgy nagyjából másik 10 kilót, vagy hát ja, inkább a másik 10 kilót, igen. Lement a másik 10 kiló, elég jól néztem ki. És hogy ledobtam 2015 júniusára, tiszta királyállat voltam. És ugyebár elégedett voltam magammal, a dagadt fiú kigyúrta magát, tiszta állat lett, jöttek a nők össze-vissza, tök elégedett voltam magammal. Azt hiszem, semmi bajom nem volt akkoriban, tiszta császár voltam. De ami azután jött, ugyebár elégedett voltam teljesen önmagammal, és ez azt eredményezte, hogy visszavettem az edzésbe. És úgy voltam vele, hogy nekem nem kell edzeni, tök jó vagyok, tök jól nézek ki minden. Utána pedig, ugyebár 2016 márciusában, hát először is 2016 februárjában leépítés volt a munkahelyemen, egy angol cég visszamondta a rendelését, és ez úgymond több százmilliós bevétel lett volna a cégnek, így úgy voltak vele, hogy hó, hát nem kell annyi ember. 2016 februárjában leépítés történt, köztük engem is leépítettek, és nagy szerencsétlenségemre 2015 márciusban megbetegedtem. Nos, ez a megbetegedés, erről is beszélek nektek. Ez úgy történt, hogy lementem nagyapámhoz segíteni, mert ugye úgy voltam, hogy ha munkanélkülő vagyok, van pénzem, tök jó meg vagyok, majd megyek dolgozni, minden, de sajnos beütött a gond. Nem tudom, mi történt, de egy nagyon durva vírust elkaptam a torkomra. Ezt úgy képzeljétek el, hogy körülbelül 2-3 nap alatt teljesen rosszul lettem, K.O. Na most mondom, mi volt. Első nap csak picit fájt a torkom, mondom, nem érdekes, semmi. Mondom, holnapra elmúlik. Második nap viszont úgymond már erősödött, szóval értitek, így reggel már rohadt erős volt, és konkrétan nyelni se tudtam, mondom, jó, ez is elmúlik majd, igen, igen. Este felé a második napon elaludtam, és úgy képzeljétek el, hogy arra keltem fel, hogy fulladtam. Fulladtam, nem tudtam beszélni. Nagyapám gyorsan felhívta anyut, mondta, hogy mi újság, tök gyengének éreztem magam már a második napon is, de itt este K.O. voltam. Be volt dagadva a mandulám, enni, inni nem tudtam, semmi, beszélni se tudtam, és sehogy lélegeztem, így lélegeztem körülbelül. Na mindegy is, gyorsan beszéltünk anyuval, minden, megyek vissza, mert ugye muszáj volt. Úgy képzeljétek el, hogy reggelre valahogy túlértem, kalciumot bevettem, de reggel is, reggel gyerekek, egyáltalán nem tudtam beszélni, egyáltalán nem tudtam, senni nem tudtam, se inni. És az a durva, hogy amikor fölértem Pestre, ugye Csongrádról jöttem, amikor fölértem Pestre, úgy estem be a kórházba. Megint elkezdtem fulladni, és az volt a következő, amire emlékszem, hogy benn vagyok egy szobában, és infúzióra vagyok kötve, meg oxigénmaszkra. Nos, ugyebár aludtam, és mondta a doktor, hogy itt kell maradnom. Még mindig nem tudtam beszélni, mondta a doktor, hogy itt kell maradnom, mert nagyon durva állapotban vagyok. Szóval, ha még egy napot lemaradok, akkor nekem annyi lenne, mert megfulladtam volna. Már jobban voltam rá egy olyan körülbelül 4 órára, ugye fölkeltem, már nem szédültem, mert ugye ott volt a szédülés, 40 fokos láz, kiszáradás, meg nem ettem semmit, bár 2 napja normálisan, meg nem tudtam. Mondta a doktor, hogy ugye ezek voltak. 40 fokos lázad volt, fulladtál, mert úgy be volt gyulladva a mandulát, hogy nem kaptál levegőt. Akkor ugye már ki voltál száradva, 2 infúziót is lenyomtak nekem, meg minden. Mondom, az kemény. És akkor arra jutottunk, ugye akkor jött az az időszak, ugye azt mondta a doktor, hogy ez egy vírus, ami megtámadta a mandulámat, vagy a mandulám izét. Már nem tudom, nem nézem meg a papírt, de valami ilyesmi volt, a mandulámmal volt gond, bedagadt, és nem kaptam tőle levegőt. Mondta, hogy most nagyjából jó, azt mondta, hogy várjunk egy 3-4 hónapot, hogy nézzük meg, hogy mégis mi lesz ebből, hogy megjavulok-e, vagy nem, és hogyha nem javulok meg, akkor műtét, kiveszik a mandulámat.
És az volt a feltétele ennek a 3 hónapnak, szigorúan megmondta, hogy nem mehetek közösségbe. Szóval értsétek azt, hogy nekem itthon kellett maradnom konkrétan 0-24-be 3 hónapig. Annyi, hogy az udvarra kimehettem levegőzni, de közösségbe, emberek közelébe nem mehettem, mert akkor megint fulladtam, megint bedagadt a mandulám, és tényleg így volt. Vezetni azért elmentem, mert ugye tavaly csináltam meg a jogsimat, amit szeptemberben meg is kaptam. Na de lényeg a lényeg, ugyebár nem javult, meg nem lett jobb, mindig fájt a torkom, és akkor jött ez a történet, hogy kiszedik a mandulámat. Oké, júniusban kiszedték a mandulámat, és hát ugye egy olyan 2 hétig kínlódtam. Szerintem nem kell mondani a mandula műtétet, hogy milyen brutális és milyen kemény, de tudjátok. És akkor ugye edzéssel mi volt? Az nem volt, mert nem is edzettem semmi. Ugye még mindig az volt, hogy ne nagyon menjek emberek közelébe. Kérdeztem ugye a doktort is, hogy mondom, mikor edzhetek. És azt mondta, hogy hát, meg kéne várni, még úgymond fölörősödik a immunrendszerem, mert ugye gyenge volt, hát nem volt mandulám, nincs, nem volt, ami fölfogja a vírusokat, és utána. És hát mondom, jó, és mondom, akkor ez mennyi? Azt mondja, hát egy ilyen 1/2 év minimum, de érezni fogom. Mondom, jó, oké, rendben. Vártam egy 1/2 évet, ugye ez júniusban volt, és most új év fele, mármint ugye, igen, új év fele, elkezdtem edzeni. És egy-három hónapig tudtam is menni, tényleg tök fasza volt, alakultam, kezdtem visszajönni, de megint jött egy nagy gebasz a lábam. Na most a lábam. Azt kell tudni, hogy nekem a lábam úgymond a 3 hónap alatt, annak ellenére, hogy erősödtem, meg jöttem izomba, meg erőbe vissza, nagyon elkezdett szarakodni. 3 hónap után, ugye elkezdtem a munkahelyemet, mostani munkahelyemet, március elején jelentkeztem, és ugye föl is vettek. Úgy képzeljétek el, hogy melóba egyszerűen nem tudtam járni. A lábszárizmom, gyerekek, teljesen beállt. Most úgy képzeljétek el, hogy nem bírtam fölállni rá, annyira fájt, és nem tudtam, hogy mi ez. Tényleg nem tudtam. Úgy vitt el munkatársam autóval és kísértbe. Nem tudtam mozogni egyszerűen. És mondta a doktor, hogy ez egy úgymond inhüvelygyulladás, ami az izmomban van. Ezért nem tudok járni. Tényleg nem tudtam. Inhüvelygyulladásom van. Semmi erőltetés, semmi lábazás, semmi, azt mondja, semmi edzés. Mondom, fasza. És ugye ott volt még, vagyis van a másik dolog, ugye, amiért fáj a lábam, Gergő azt tudja, mert látta a Balatonon, meg akik ismernek személyesen, meg esetleg ugye látják, mindig tudja mindenki, hogy hosszú nadrágba járok, nem véletlen. Nagyon durva viszerem van, és az a gáz, gyerekek, hogy ez fáj. És azért nem járok edzeni, meg azért nem járhatok edzeni, mert egyszerűen, hogyha nyomás keletkezik a felső testembe, ugye lemegy a lábamba, és iszonyatosan fáj, mint ha szét akarna durrani a viszerem, és legyen ez bármilyen, úgymond erősebb erőkifejtés. Nem lehet, nem kondízhatok, gyerekek, mert mondjuk ahogy beleemelnék egy mondjuk 60 kilóba, egyből úgy elkezdene fájni a lábam a viszértől, hogy egyszerűen eldobnám. Nem tudtok belegondolni, de mondta a doki, hogy most még, akkor még télen mondta, mármint tavasszal, koratavasszal, hogy most még nem fáj, de nyáron iszonyatosan fog fájni. Hát gyerekek, igaza lett, mostanában kezdem érezni a melegbe, hogy fáj. Főleg, hogyha, hát jó, mondjuk most így emelésre nem, hogyha mozgok, azért mondtam nektek, hogy inkább futok. Az ugye azért nem fáj, mert úgymond nem nyomja bele a, hogy mondjam, a vért a testem, hogyha értitek, na, szóval a lábamnak van akkor vérkeringése, ha futok, de viszont, hogyha felső testre nyomok valamit, akkor felső testemből a lábamba megy a nyomás, a vérnyomás, és olyankor baszottul fáj. Szóval most az van, hogyha tudok, akkor futok. És úgyhogy igen, most azt várom, gyerekek, hogy szeptember, hát nem szeptemberben, hanem akkor, amikor hidegebb lesz, mert ugye a gyógyulás miatt, hogyha meg lesz, mert akkor kivágják ezeket az ereket a lábamból, és akkor már rendbe rakják rendesen, hogy ne legyen gondom. És onnantól kezdve azt mondták, hogy semmi bajom nem lesz az életben, ezzel már nem kell törődni. Hát remélem, gyerekek, hogy így lesz, és el tudok ténylegesen újra kezdeni edzeni, mert nagyon jó lenne. Nem tudjátok, mennyire várom, és mennyire csinálnám, de nem, egyszerűen nem lehet. Egyszerűen kínlódás, kín az egész, mert kell ez a műtét nekem.
és konkrétan a munkámat is elveszíthetem, hogyha ez nem lesz meg. Mert annyira nézik az emberek, és tudják, hogy mennyire durva. Nagyon sok bajom lehetett tőle, de szerencsére nem lesz, megmondta a doki, mert még fiatal vagyok. Gondolok itt a trombózisra, meg ilyenekre. Úgyhogy igen. Ja, és még mielőtt még befejezném. Mielőtt lebetegedtem, én 2 naponta, főleg amikor fegyenc edzettem, ugyebár fegyenc edzésben, mikor kimaxoltam magam, már nem tudtam hova fejlődni izomzatilag, meg kinézetileg, akkor kezdtem el kondizni. De én a fegyenc edzést 1,5 évig csináltam, és 2 naponta minimum 2-3 órát edzettem. Előfordult, hogy hétvégén haverommal fölmentünk Pestre, és 7 órát meg 6 órát edzettünk. És ez ténylegesen így van. Télen is kimentünk a hóba edzeni, csak persze jól fölöltözve. Úgyhogy gyerekek, hogyha valaki nem akar konditerembe menni, nyomathatja a fegyenc edzést, nézzen utána, milyen gyakorlatok vannak, ugye saját testsúlya, húzackodás, tolockodás, fekvőtámasz, ilyenek, googolást ne hagyjátok ki, főleg az, aki kondizik, mert nagyon sokat számít a vérkeringés. Nekem például ez a visszerem, ez például öröktretes, szóval nem tehetek róla, tényleg lábaztam, minden, odafigyeltem, de nem tehetek róla, ez örökletes. De ti figyeljetek oda, mert nektek is lehet ilyenek. Hogyha nem is örökletesen, de a sok állástól, ez főként a szakácsokat érinti, és attól, hogyha például nem lábazol. Ugye elmész a konditerembe, és kihagyod a lábnapokat. Keményen előjön. Köszönöm szépen annak, aki úgymond végighallgatta. Remélem tudtam ezzel nektek segíteni. Edzéssel kapcsolatban is, meg mással kapcsolatban is, meg remélem úgymond adtam egy kis motivációt. Hogyha tetszett, osszátok meg, meg dobjatok egy lájkot. Igazából ennyi. Köszönöm szépen, sziasztok!